Az elmúlt 4 év legnagyobb RMDS sikerének nevezte Novák Zoltán szenátor a Felsőház által megszavazott oktatási törvénycsomagot. A kisebbségbarát törvényeknek azonban szinte azonnal számos kritikusa, ellensége támadt. A Népi Mozgalom párt azt kéri Klaus Johannistól, küldje vissza a parlamentnek a törvénycsomagot. Amennyiben ezt az államfő nem teszi meg, ugye a PMP megtámadja azt az alkotmánybíróságon. Facebook oldalán bírálta az RMDS által kezdeményezett törvénymódosító csomagot Máriusz Páskán. A PMP Maros megyei képviselőjének leginkább az egyetemi felvételit anyanyelven lehetővé tevő törvény nem tetszik. Ezt a románnak, mint a hivatalos államnyelvnek a megsértéseként értelmezi. Emiatt a PMP azt kéri az államfőtől, hogy ne hirdesse ki a törvénycsomagot, hanem küldje vissza a parlamentnek. Nem érti a felháborodást Novák Zoltán, az RMDS szenátora, aki újságírói kérdésre azt mondta, több PMP-s kollégája is megszavazta a módosításokat. Az RMDS szakpolitikusa ugyanakkor azt elismerte, hogy mivel Johannis az elmúlt 3,5 évben egyetlen nagyobb törvénycsomagot sem hirdetett ki elsőre, valószínűnek tartja, hogy ezúttal is így jár el. De erre az esetre is felkészültek. Amennyiben lesznek olyan jellegű észrevételek az államelnöki stábtól, amelyek építő jellegűek és javítanak ezen a helyzeten, mi is tévedünk, emberek vagyunk, emberek hajtották össze, tévedhetünk, akkor mindenképpen elfogadja, én részemről elfogadom a konstruktív javaslatokat. Az RMDS szenátora hangsúlyozta, amennyiben Klaus Johannis vissza is küldené a törvénycsomagot a Felsőháznak, bíznak abban, hogy sikerül ismét többségi támogatást szerezniük. Az államfőnek egyébként 30 nap áll a rendelkezésére, hogy döntsön. Ahhoz, hogy a PMP az Alkotmánybírósághoz forduljon, legkevesebb 50 képviselő vagy 25 szenátor aláírására van szükség, önmagában pedig nincs ennyi tagja a parlamentben.